1886-ban készült el a MÁV északi főműhelye, egy nagyjából 22 ezer négyzetméteres, öthajós, bazilikás elrendezésű, gőzmozdony szerelő csarnok és fűtőház. Három focipálya bőven beleférne, 2009-ig működött. Ma az épület megváltozott funkcióval, megújulva, mint az opera műhelyháza, régi fényében tündököl. Remek példáját adva, hogy egy régi, értékes ipari épületet hogyan lehet megmenteni. Most az Eiffel műhelyháznak a középső hajójában vagyunk, ugye itt mozgott az az úgynevezett gőzös tolópad, amit említettem, viszont most egy multifunkcionális tér szerepét tölti be. Ugye látszik mögöttem az étkezőkocsi és a 327-es gőzmozdony, ez tulajdonképpen a fogadótere a közönségforgalmi térnek, úgynevezett előcsarnok. Egyrészt rendezvényekre nagyon szeretjük használni, másrészt itt van a közönségforgalmi büfé is, kis színpad is, LED falakkal, tényleg sokféle feladatra használható. Egy kis kitekintés, csak hogy érzékeljék az építkezés nehézségeit. Így zajlott a mozdony és az étkezőkocsi beemelése. Ma már kitenni sem lehet ezeket az épület szerkezetének a megbontása nélkül. Premierek után szoktunk tartani kis koncerteket, illetve már megtartottuk a Mahler 8. szimfóniát, az Ezrek szimfóniáját, amikor itt egy hatalmas nagy színpad volt, teljes zenekarral, teljes kórussal, gyerekkarral, szólistákkal, és az összlétszám az 1000 főt tett ki, és ezt korábban is Németországban egy ilyen ipari csarnokba játszották el, és tulajdonképpen főigazgató úr ezt szerette volna itt megidézni. És egy kitérő, tisztelgés a vasúti múlt előtt. Az épület előtti parkban is látható egy régi gőzmozdony. Igazi kuriózum, még egy példány létezik ebből a típusból. Ennek a gőzösnek ez a hely immár a végállomás is. Ezt nem lehet működőképessé tenni, csak az eredeti állapotra meg lehet csinálni, kinézetre, esztétikailag fel lehet újítani. Működőképesre ezt már nem lehet megcsinálni. Ez egy 301-es gőzös. Az Eiffel műhelyház egy óriási szolgáltató üzem, benne előadásra alkalmas teremmel. Mi a kihívás az üzemeltető számára? Az épületnek a komplexitása. Tehát, hogy egy helyen nagyon sok tevékenységet, művészeti tevékenységet, gyártó tevékenységet, raktározási tevékenységet végzünk, és ilyen tekintetben ez az épület, ez a komplexum mind hazánkban, mind azt hiszem, hogy Európában is egyedülálló, és ilyen a művészetet kiszolgáló helyiség nem igen van a világban sem, amely egy helyen magában foglalja a jelmezgyártástól kezdve a felvételek készítése, akár képi, akár hangfelvételek készítését. Furcsa dolog. Az épület átélt két világháborút, átélt 1956-ot, de az acélszerkezet állapotát 90%-osra mondták a szakemberek a felújítás előtt. Ez az eredeti szegecselt acélszerkezet, mivel ez egy műemléki csarnoképület, amúgy is meg kellett tartani, de hát hiszen nem is álltunk volna úgy hozzá, hogy lebontjuk, mert ez a különlegessége, ez adja az egésznek a lelkét az épületnek, és pont ezért találták ki az építészek azt a megoldást, hogy tulajdonképpen egy házaházban elv szerint alakítottuk ki a belső új falazatokat, hogy ne terheljük a régi tartószerkezetet. Most álljunk meg, hogy tisztelegjünk az épület tervezője Fekete Házi János előtt. Munkái között szerepel az összes 1912-t megelőzően épült vasúti híd, melyet a Magyar Királyi Államvasutak építtetett. A budapesti Szabadsághíd északi oldalán pedig felirat mutatja, hogy Fekete Házi János pályaterve alapján készült. Vasúti fordítókorongjai Európa szerte ismertek voltak. Hogy az Eiffel műhelyház mégsem az ő nevét viseli? Így hozta a történelem. Végül egy kérdés, három részes összeállításunk hűséges kalauzához, Józsa Anka beruházó építészhez, meg egy kis tréfás bepillantása forgatás nehézségeibe. A kérdés, el tudta képzelni a kezdetekkor, hogy így alakul át a MÁV északi jármű javítója? Ezt lehetne újra. Bocsánat. Még egyszer? El tudta képzelni a kezdetekkor, hogy így alakul át a MÁV északi jármű javítója?
Szerencsére szakmámból adódóan elég nagy fantáziával rendelkezem, úgyhogy nekem szerintem könnyebb volt elképzelni, mint azoknak, akik esetleg nem építészek, mert nem így nézett ki a terület, tehát azért le kellett fejteni, itt sok olyan épületet el kellett bontani, hogy végül ez alakuljon ki, amit most látunk.